Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, elhúzódó háború és a át nem gondolt szankciók egész Európában jól látható nehézségeket okoznak, nem csak a lakosságnak, hanem a gazdasági élet valamennyi szereplőjének is. A szankciós infláció leküzdése és a gazdaság megvédése érdekében a kormánynak már jó néhány intézkedést kellett hoznia, ezeket meg is tette. A jó ír az, hogy ezeknek az eredménye már legalábbis részben látszik, tehát működnek az intézkedések. Ennek talán az egyik legjobb példája az, hogy a januári tetőzés után februárban már elindult az infláció mérséklődése, és a néhány nap múlva megjelenő múlthavi adat reményeink szerint ezt a tendenciát tovább erősíti. Viszont annak érdekében, hogy az év végére valóban egyszámjegyűvé váljon Magyarországon az infláció, további intézkedésekre van szükség, olyan intézkedésekre, amelyek megakadályozzák a túlárazást, egyúttal jelentősen fokozzák a piaci versenyt a hazai kiskereskedelmi szektorban. A kiszámítatlan gazdasági környezetben természetesen elengedhetetlen a nemzeti versenyhatóság hathatós fellépése. A gazdasági versenyhivatal prioritásként kezeli a magyar családok védelmét és a jogkövető vállalkozások segítését. A GVH szerencsére aktívan kiveszi a részét az infláció letöréséből azáltal, hogy kiemelt figyelmet fordít az élelmiszer kiskereskedelmi láncok árazási gyakorlatának vizsgálatára. Valószínűsítettel ennek köszönhetően az elmúlt hetekben sorra jelennek meg különböző kereskedelmi láncokban különböző termékek árának jelentős csökkentése is. Ezek az árfigyelési tervek első körben a kiskereskedelmi szektorban meglevő élelmiszer típusokra összpontosul. Egyiket a nemzetközi tapasztalatok is arra világítanak rá, hogy a növekvő ártranszparencia végeredményben a fogyasztói árak összehasonlíthatósága által fokozzák a versenyt, és hosszú távon mérséklő hatással vannak az árakra. Jó tudni egyébként, hogy a kormány a háború és a szankciók sújtotta a gazdasági helyzetben is megtesz mindent azért, hogy megvédje a családokat, a nyugdíjasokat és a magyar vállalkozásokat. Dacára annak, hogy a 2022-es év talán az egyik legnehezebb év volt az ezredforduló óta, a gazdasági adatok emellett is biztatóak, hiszen látjuk a GDP növekedés üteme meghaladja az európai átlagot, az energia beszerzések rendkívüli nehézségek mellett is, de megoldhatók voltak az elmúlt időszakban. Ezáltal is kérdezem tisztelt államtitkár urat, hogy milyen további intézkedések várhatók a kormányzat részéről az infláció letörésére és a magyar családok védelmére. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, Szatmári Kristóf képviselő úr. Válaszadásra megadom a lehetőséget Hónagy János államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ásztisztelt képviselő úr. Valóban az elhúzódó háború és az elhibázott szankciók egész Európában sújtják a gazdaságot, energiaválságot és inflációt okoznak. A kormány célul tűzte ki, hogy a családok, a teljes foglalkoztatottság és a nyugdíjak megvédése, valamint a recesszió kivédése érdekében az év végére egyszámjegyűre csökkenti az inflációt. Számos intézkedésről született már döntés a drágulás megfékezése érdekében, az infláció ellenes lépések, többek között az élelmiszerárstop és a kamatstop működnek. Az infláció az elmúlt időszakban tetőzött, és reményeink szerint lassú mérséklődésnek indult. Annak érdekében, hogy az infláció csökkenésének folyamata minél erőteljesebb, minél jelentősebb lehessen, minden lehetséges eszközt meg kell ragadnunk. A kormány ezeket az eszközöket folyamatosan keresi. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium támogatta a Gazdasági Versenyhivatal elnökének versenypártolási javaslatát, amely egy online árfigyelő adatbázis létrehozására irányult. A szankciós infláció letörése, a családok és a gazdaság megvédése érdekében tovább kell erősítenünk és ki kell szélesítenünk a fogyasztóvédelem szerepét is. A nemzetközi, például görög vagy román tapasztalatok rávilágítottak,
hogy a növekvő ártranszparencia, a fogyasztói árak összehasonlíthatósága fokozza a versenyt, amely hosszú távon is mérséklő hatással lehet az árakra, illetve nem utolsó sorban erősíti a vásárlói tudatosságot. Az online árfigyelő szolgáltatás célja, hogy a lakosság számára elérhetővé váljon egy olyan adatbázis, amely lehetővé teszi a fogyasztói árak alakulásának átlátható módon történő összehasonlítását, megakadályozza a túlárazást, egyúttal jelentősen fokozza a piaci versenyt a hazai kiskereskedelmi szektorban. Az árfigyelés a tervek szerint első körben a kiskereskedelmi szektorban megjelenő élelmiszertípusokra összpontosul. Felek közös célja, hogy lehetőleg az év második negyedévének végére működjön az elektronikus árfigyelőrendszer, amely egy újabb elemmel bővülhet a kormány infláció elleni eddig 20 elemből álló intézkedés csomagja hatására. Hangsúlyozni szeretném, hogy nincs kibúvó az árstop szabályok alól, betartásukat a kormány továbbra is elvárja, ezért ezeknek betartását folyamatosan eddig mintegy 450 üzletben ellenőriztük. Egyébként az eddigi tapasztalatok szerint, vagy korábbi tapasztalatok szerint gyakori probléma volt, hogy a raktárban bent álltak az árstopos termékek, azokat nem tették ki a polcra. A kormány továbbra is kötelezett abban, hogy szankciós inflációt letörje, egy számjegyűre szorítsa az év végéig vissza ezt, mindezt úgy, hogy közben megvédjük a magyar gazdaságot a recessziótól, a visszaeséstől. Célunk, hogy a magyar gazdaság idén is mintegy 1,5%-kal növekedjen, és jövőre ismételten meginduljon a GDP növekedése. Az árstoppok pedig addig maradnak, amíg az infláció egy érezhetően csökkenő pályára nem áll. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem, képviselő urat, elfogadja az államtitkári választ? Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Államtitkár úr, előzetesen a választ természetesen abban a reményben is elfogadom, hogy azok a korábbi intézkedések is, amelyeket a kormány hozott ebben a nehéz helyzetben, elsősorban az infláció visszaszorítására, azoknak a hatása már érződik. De valójában teljesen egyetértünk azzal, hogy itt nem pihenhetünk meg, hiszen nagyon sok lakossági észrevétel, vagy hát egyszerű saját vásárlási tapasztalatunk is azt mutatják, hogy néha egy-egy nagy láncban olyan élelmiszer árdrágulások vannak, amit nem nagyon lehet egyébként piaci vagy józanésszel értelmezni. Ebben az esetben igenis szükség van a kormánynak egy határozott fellépésére és a gazdasági versenyhivatal bevonására azáltal, hogy ezeket az áremelkedéseket tisztázzuk, és ezeket a kereskedelmi láncokat egyébként egy normális árazásra bírjuk rá. Valóban a remény az, hogy az év második felére az infláció olyan mértékben csökken, amely mind a magyar családok, mind a magyar vállalkozások számára új lehetőséget biztosít. Köszönöm szépen a válaszát!